Mohácson már régóta hagyomány a Dunamenti Halfesztivál, ahova idén is várták az érdeklődőket. A rendezvényre látogatóknak két napon át gazdag program kínálat állt rendelkezésükre a finomabbnál finomabb ételek mellett. A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki találhatott számára megfelelő elfoglaltságot, a kézműveskedéstől egészen a sétahajózásig a Dunán. Most 6. alkalommal tartjuk meg a Dunamenti Hal Fesztivál rendezvényünket. Azt érdemes tudni róla, hogy ez egy gasztrokulturális rendezvény. Tehát ugye a rendezvény egyik ágát a gasztronómia képviseli, ami a Dunamenti halételek készítését jelenti elsősorban. Ugye itt számos baráti társaság, különféle csapat főz együtt egy jó halételt, vagy akár süt, ami egy önmagában már egy ilyen csapatépítő jellegű program, ezt nagyon szokták szeretni az emberek. A Halfesztiválon a gasztronómia mellett a magyarországi német kultúra is megjelent. Két színpadon láthatták az érdeklődők, különböző társcsoportok vagy fúvószenekarok színes fellépéseit. Napközben több településnek is lehetősége volt bemutatni a helyi német értékeket az úgynevezett Schwab utcában. Mohácson az év során nem csak a németek, de a többi nemzetiség is jelentős hagyományőrző programot szervez, akár közösen is. Hát a mi polgármesterünknek volt egy olyan mondása, illetve van, hogy Mohács a nemzetiségek fővárosa, és erre egy kicsit rá is erősít, hogy számos program van itt Mohácson, ami nemzetiségekhez kötődik. Tehát gondolhatunk mondjuk a busójárásra, vagy akár a babfőző rendezvényre, dunai mosásra, vagy a szerb bucsúra. Tehát minden nemzetiség igyekszik egy kicsit megmutatni a saját kultúráját, a saját értékeit. Érdeklődésből idén sem volt hiány, hiszen több mint 100 bográcsban készültek a halételek Mohácson a hétvégén. A fesztivál különleges vendége volt a Juhász Tirol együttes, akik a rendezvény záró koncertjét adták. Végül egy szextet utcabállal fejezték be a kétnapos rendezvényt.